Miért megy tönkre annyi műemlék Romániában, pedig mindenki látja és nézi? Minden nap egy műemlék biztos eltűnik. Én is hátszor voltam, miért nem újított fel? Hát fizest ki, tök jó. Már tudjuk, sok kastélynál van, hogy mai napig tehenek és lovak legelnek a kastélyban bent. Én teljesen a magáncélra bízok mindig. Nagyon sok helybéli embernek, ha csak időszakos, ha egész éves munkát tudunk biztosítani. Több fogadinak is a Facebook profilja az, ugye itt van a kastélynál csinálva, ha esküvőnél ide akarnak jönni, egyet fotózkodni. A környezete valamilyen szinten harmóniában kell élni, és az abból áll, hogy veszek és adok is. Ez egy ilyen nehéz harc, mit mondjak. Tehát a webdokumentumfilm alkotói, kitalálói közül két hölgy érkezett ma hozzánk a stúdióba, Balázsi Pál Ágnes, a Pont csapat ügyvezető igazgatója, és Felméri Cecília, filmrendező. Szervusztok, köszöntelek titeket itt nálunk. Szia. Hát azért már nagyon izgalmas reklámanyagot kaptunk tőletek, és én többször megnéztem, engem már ez megfogott, de aztán amikor felkerült ugye a csapatnak az élére így az elmúlt napokban ez az oldal, és tényleg mindenki elkezdte böngészni, akkor azt hiszem, hogy nem tudom, ez egy jó tapasztalat volt már, vagy egy jó visszajelzés nektek, hogy tényleg leköti az embereket, egy óriási dolgot hoztatok létre. Tehát kezdjük az elején, honnan jött az ötlet, kinek az ötlete volt, és hogyan jött létre maga ez az oldal. A miénk, a Pont csoporté, nálunk született meg az ötlet, és mi kértük meg, de már az ötlet megszületésekor Cecit arra, hogy velünk dolgozzon ezen az interaktív webdokumentumfilmen. Már egy jó ideje a Kastély Erdélyben programon keresztül foglalkozunk az erdélyi kastélyok sorsával, és szerintem a webdokumentumfilmből is remélem, hogy kiderül, de annyira komplex ez a kérdéskör, hogy nagyon nehéz úgy beszélni erről a témáról, hogy érthető legyen, hogy be lehessen mutatni úgy, ahogy van a maga komplexitásában. És azt szerettük volna kipróbálni, egy ilyen kísérleti projekt volt, hogy hogyan látja ezt valaki, művész, és hogyan tudja ő megfogni és ezt a nagy közönségnek bemutatni ezt a kérdéskört, az erdélyi kastélyokat. Említetted, hogy már a projekt kitalálásakor, vagy az ötlet megszületésekor bevontátok Cecíliát, neked mi volt a véleményed így az első hallásra? Tehát mit szóltál hozzá? Azt mondtad, hogy rögtön meg volt a formátum, vagy ti álltatok elő a formátummal, vagy ezt Cecília hozta? Tehát hogy is született meg ez a kollaboráció, ez a közös munka? Hát Ágiék képzelték el ezt a formátumot, én pedig hát eleinte azért nem egészen pontosan értettem, hogy mi lesz, de úgy is volt kitalálva a projekt, hogy volt két workshop, vagy három? Hanem három, kettő. Igen, tehát ugye workshop, amiben kitaláljuk, hogy ezt hogy érdemes elmondani, és hát meg kellett értenem nekem is ezt az egész témát a maga komplexitásában, mert azért ez egy, ágiek már régóta foglalkoznak vele, és ők jobban benne voltak, de azért szerintem egy csomó minden azért ennek a filmnek, interaktív webdokumentumfilmnek a kapcsán tisztult le, nem? Mondjuk egyébként gondolom nem véletlen, hogy Cecíliát választottátok, tehát azért neki voltak olyan munkái ezelőtt, ami okot adott arra, hogy azt mondtuk, hogy na hát akkor ő jól látja ezt a formátumot, vagy ő biztos jól tudná ezt elképzelni. Igen. Igen, el is mondtam azt, igen. Volt egy, amúgy ismertem Cecinek valamennyire azokat a dolgokat, amiket csinál, de volt egy, ami különlegesen megfogott, az emberkereskedelemről volt egy dokumentumfilmje Cecinek. Abban azt éreztem, hogy annyira empatikus, annyira meg tudnak nyílni előtte nehéz kérdéskörökben is az emberek, és azt gondoltam akkor, hogy ehhez a webdokumentumfilmhez kell egy fokú empátia is, és türelem is az, amit végig az egész folyamatban amúgy csodáltam, hogy mennyire türelmesen, tényleg lépésről lépésre értettük meg azt, hogy, vagy alakítottuk ki azt, hogy ez hogy nézzen ki végső formájában, és egy csomót változtattunk menet közben is. Jó, hogy azt mondtad, hogy empátia, és hogy arra figyeltetek fel, hogy neki mennyire megnyílnak az emberek az előző munkájával kapcsán.
Ezt azért fontos megemlíteni, hogy itt ebben a formátumban a kastély tulajdonosok őszintén beszélnek a kastély állapotáról, múltjáról, az ő jelenlegi helyzetükről, anyagi helyzetükről, hogy miért nem tudnak tenni azért, hogy mondjuk jobb állapotban legyen. Tehát nagyon sok olyan dolog kiderül, amit azért nem tudunk. Tehát elmegyünk egy kastélyt, megnézzünk, nyilván sejtjük, hogy ez nem kétlej felújítani egy ilyen épületet, és hogy ez ugye a régi pompájába tündökölhessen, az még nehezebb, tehát műemlékjellegű épületekről beszélünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg nagyon fontos lehet az, hogy te ezekkel az emberekkel egy olyan hangot üss meg, hogy ők ezeket elmondják neked. Ők hogy álltak hozzá? Tehát mit vettél észre? Kellett ilyen bizonyos falakon átjutni? Nem. Nem, mert teljesen nyitottak voltak, és nem kellett különösebb készség, hogy hát egyszerűen csak beszélgettünk azokról a dolgok, tehát amik a kastélyok kapcsán fontosak, vagy hát vagy ami bennem is kérdésként merült fel, vagy engem is érdekelt, nyilván azokat a dolgokat kérdeztem meg. Azért egy ilyen terjedelmi interjúnál nagyon jó kérdések kell legyenek ahhoz, hogy, és nyilván jó válaszok is, hogy az ember figyelmét fenntartsuk. Ugye említetted még a stúdió beszélgetésünk előtt, hogy az embereknek a mai világban nincs idejük. És hogy ezért is volt az elején arról szó, hogy talán ezt mobil használatra nem is fogjátok előkészíteni ezt az oldalt, mert hát ez nem egy ilyen kétperces dolog, hogy a mobilomról megnyitom, aztán beszélünk arról, hogy aztán ez hogy alakul, de hogy nincs az embereknek idejük. Itt viszont elég hosszú interjúk vannak, és nagyon érdekesek, tehát az embert leköti, bevonza, egyszerűen belekerül ebbe a világba. Ez mondjuk jó hír. Ez jó hír. Milyen tapasztalatok, milyen feedbackek jöttek ezzel kapcsolatban? Tehát hajlandóak végignézni ezeket az interjúkat? Hajlandóak elindulni a kastélyba, 3D-be, virtuálisan bejárni? Én azt gondolom, hogy igen. Eddig kétszer mutattuk be a fő vonalát a filmnek, és eredetileg azt sem terveztük, hogy azt ugyabban a formában bemutatjuk, és a nagyon közvetlen visszajelzések azok közül, az emberek közül érkeztek, akik a filmes, kicsit dokumentumfilmes verzióját látták, és a projektet csak utána a weboldalt. Mi azt érezzük visszajelzésekből is, hogy elég nehéz médium egy ilyen műfajhoz, vagyis nem is tudom, tehát maga műfaj érdekes, vagy kísérletező volt, de az internet elég nehéz médium ahhoz, hogy valakinek a figyelmét több percen, óránkon keresztül lekötjük. Valahogy volt egy ilyen, hogy ha túljut az első 3 percen, akkor valaki megnézi, végignézi. Tehát, hogyha rászánja azt a kezdeti pár percet, ha az sikerül elérni, akkor szerintem végignézi. És a másik, amit gondolunk, hogy ez nem... Van egy fővonal, amiről mi szeretnénk, ha végignéznék az emberek, úgy körülbelül együttükben, de azon kívül bármikor bármennyit lehet megnézni, tehát hogy erre viszont maga a műfaj, az interaktív web dokumentumfilm műfaj ad lehetőséget, hogy eltöltök most vele egy órát, vagy visszajövök és megnézem a teljes interjút a tulajdonosokkal, vagy barangolok a 3Kastély 3D verziójában. Azt hiszem, hogy csak vágott, csak filmes anyagból szerintem több mint 6 óra van fent, és azon kívül még egyéb szöveges meg fotóformátumot is használtunk, úgyhogy igen, lehet keveset, és lehet sok időt, és vissza lehet jönni. Azt mondtad, Cecília, hogy az elején nem is igazán értetted még, hogy mi a pontos elképzelés, hogy mi ez a formátum, tehát nem kaptad elő a zsebedből ezt a dolgot, de milyen volt ebben a formába dolgozni, mit tapasztaltál, mi az, amit a későbbiekben, mert nyilván arról beszélünk, hogyha ez jól működik, hiszen ez nektek is egyelőre egy tapasztalás, egy tanulási folyamat, mert ki akarjátok, ha jól tudom, bővíteni még kastélyokkal, és tovább akarjátok ezt fejleszteni. Mi az, amit még pluszba hozzátennél, amit javítanál, vagy kiegészítenél, vagy esetleg a későbbi munkáidban mondjuk felhasználnál ebből a formából? Hát ez azért
Ez az interaktív webdokumentumfilm, mint műfaj, az még egyikünk se csinált ilyet. És hogy ez egyáltalán mennyi belőle a dokumentumfilm rész, mennyi a web rész, hogy aránylik, hogy osztuk el, hogy milyen legyen az egésznek a struktúrája, hogy Ági szerette volna, hogy azért a dokumentumfilmen legyen a hangsúly, de közben a web rész is nagyon fontos, ez akkor a kastélyokat is meg kell nézni, és akkor a 3D-t is így menet közben találtuk ki. Szóval ezek a workshopok, ezek hasznosak voltak. És azon kívül mi volt a másik kérdés? Hát, hogy mennyire érzed most már otthon magad ebben a formában, esetleg mi az, amit a későbbiekben még hozzátennél? Hát szerintem itt még egy picit a honlap működésén fogunk csiszolni, mert nem teljesen görtet, hogy nem zökkenőmentes még szeretnénk ilyen fejleszteni egy picit a felhasználói élményt, hogy könnyebb legyen. És ezen kívül, hát ennyi. Egyébként úgy nagyjából szerintem az jött ki belőle, amit szerettünk volna. Hogy áll most a projekt? Tehát most hol tartunk? Elkezdődött a népszerűsítése? Hát egyrészt nagyon nehezen zártuk le, voltak olyan pontok, amikor azt mondtuk, hogy akkor ezt most akármeddig tudjuk még pofozgatni, megfejleszteni, de hogy kell egy pontot tenni a végére. Úgyhogy ilyen szempontból a projekt lejárt. Ami most dolgozunk, az, amiről Ceci is beszélt, hogy a felhasználói élményen még javítsunk. Dolgozunk a mobil verzióján, egy olyan verzión, amit mobilon is megletezik, bár az nem teljesen az lesz, ami a nagy felületen megnézhető. És szeretnénk idővel, rengeteg anyagunk összegyűlt, és ez a 3D formátum is alkalmas szerintem egyéb formákra is, úgyhogy szeretnénk, nem tudom, a kiállítást, rendes fizikai kiállítást is az anyagokból. Gondolkodtunk azon, hogy dokumentumfilm formában is esetleg, tehát a tévében mutatható, most is mutatható, de ezt te is mondtad, hogy ha csak tévés műfajra készül, akkor azon még, hogy nem pont így változtatni. Igen, akkor lehet, hogy át kell gondolni egy picit, hogy, mert itt ugye ki lehet menni és meg lehet nézni a kastélyokat, de amúgy pedig csak az interjúk vannak bevágva, tehát hogy ilyen beszélő fejek, ami a kastélyuk előtt van, ami tök jó, de azért valószínűleg akkor már kicsit másképp kéne vágni képeket. Bővítitek további kastélyokkal? Tehát van erre célterv? Jövőben. Ezen is gondolkodtunk. Amúgy ez a 3D-s formátum nem volt meg, ez körülbelül a folyamat közepénél került be, és akkor jöttünk rá arra, hogy ebben egy csomó lehetőség van, és így meg lehet mutatni más kastélyokat is. Nem az volt az elsődleges cél, hogy nagyon sok kastélyt mutassunk be. Itt a három kastélyon keresztül az Erzsébetvárosi, a Pafi kastély, az Erdőszentgyörgyi Rédei kastély, meg a Bonyhai Betlen kastélyon keresztül. Miért pont ez a három különben? Sokan feltették ezt. Igen. Mert kettő közülük Maros megyében van, egyik Szeben megyében, egymástól összesen 60 kilométeres körzetben. Nem jellemzően azok a nagy kastélyok, amiket mindenki ismer, és én nagyon remélem, hogy sikerült megmutatni, hogy attól mennyire, ettől függetlenül mennyire különlegesek ezek az épületek. Különböznek építészeti stílusuk szerint, a történetük szerint, az, hogy milyen településeken vannak. Ugye Erzsébetváros egy virágzó város volt, teljesen más etnikumú összetételet egészen más, mint mondjuk a Bonyhájé, vagy az Erdőszeny. Egészen más, és ott vannak egymástól, tehát hogy mindháromhoz. Két kastély között a távolság fél óra maximum. És ilyenből még van nagyon sok Erdélyben, és most azt akartuk, hogy valahogy ezeket mutassuk meg. Legalábbis a projekt célja ez volt. Egy utolsó kérdés, mit jelent számotokra ez az oldal, ez a weboldal, ez a webdokumentumfilm?
Ez egy olyan, mint egy elkészült film, ahogy hogy ki kell erezd a kezeit közül, és el kell enged, hogy egyedül is éljen, de hogy azért ez a te részed, hiszen mégiscsak, és, vagy hogy nektek egyáltalán mit jelent személyesen ez a dolog? Hát ez, nekem ez egy nagyon jó munkafolyamat volt. Én Ágiék, eleve azért vállalkoztam erre, mert Ágiék nagyon szimpatikusak voltak, és így tök jól dolgoztunk együtt Ágival, meg Porcsalmi Balázssal, kitaláltuk a koncepciót. Tehát a workshopok után is állandóan dolgoztunk, és ez egy ilyen jó folyamat volt, úgyhogy én szerettem csinálni ezt a filmet, és igen, egy kicsit olyan, mint a többi, tehát hogy olyan, mint a többi, igen, ugyanolyan, mint egy bármilyen film. Ágnes? De igazából ezután kezdődik a népszerűsítés része, úgyhogy egy kicsit elengedjük, de azért még nem, mert azért tényleg azt szeretnénk, hogy nagyon sok emberhez jusson el, és én azt is szeretném, hogyha hozzá tudna járulni ahhoz, hogy tényleg ezekkel az épületekkel történjen valami, és visszahozhatóak legyenek az életünkbe. Nos igen, azért ennek az egész oldalnak az egyik fő célkitűzése akár az is lehet, hogy hát ha felfigyelnek olyan emberek, akik ezen tudnának változtatni, vagy hozzá tudnának járulni, mert hiszen ez mindannyiunk érdeke, hogy ezek az épületek ne menjenek kárba. Illetve azért azt is mondjuk el, hogy eddig Kolozsváron, Marosvásárhelyen, és legközelebb Sepsiszentgyörgyön, hogyha jól tudom, lesz egyfajta bemutatója ennek az oldalnak, és ami együtt jár egy beszélgetéssel, tehát ha jól tudom, a Kolozsvár és a Marosvásárhelyi nagyon jól működött, és az emberek nagyon kíváncsiak voltak rá. Úgyhogy népszerűsítsük egy kicsit ezt a Sepsiszentgyörgyi találkozót is. 30-án, január 30-án, igen. Azt lehet tudni, hogy hol? A Sepsiszentgyörgyi moziban, és 4:30-tól. 4:30-tól, szuper. Hát én szerintem a nézők nevében is megköszönhetem a munkátokat, mert egy nagyon fontos dolgot csináltatok, vagy hoztatok létre az egész csapatnak. Köszönjük ezt. Mi teljesen elmerültünk az oldalban, úgyhogy én ajánlom a kedves nézőknek is, hogy most azonnal, ha véget ért a műsor, nyissák meg ezt az oldalt, és egy kicsit az estét töltsék azzal, hogy virtuálisan bejárják ezeket a kastélyokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és további sok sikert kívánok nektek.